Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Július 27-e van, az olgák ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei címszavakban. Orbán Viktor sorra vette a legfontosabb külpolitikai eseményeket Tusnád fürdőn. Fellobbant az olimpiai láng Franciaországban. Forgalmas hétvége a határátkelőkön és az utakon. Fejlesztések és felújítások kis piacon. A béke csak kívülről hozható el. Ha Ukrajnán és Oroszországon múlik, a háborúnak sosem lesz vége, mondta Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A magyar kormányfő a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban tartott előadást. A magyar miniszterelnök ilyenkor sorra veszi a legfontosabb külpolitikai eseményeket és meghatározza Magyarország helyét és útját a világban. Ma a háború, illetve annak következményei voltak a központi témái. Politikának nevezzük azt, ami... A hagyományaihoz híven idén is beszédet mondott a Bálványosi Szabad Egyetem és Diáktábor rendezvényén, közismertebb nevén Tusványoson, Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök három nagy témával érkezett. Az első a háborúnak egy nem várt mellékkövetkezménye, a második, hogy mi lesz a háború után, a harmadik pedig, hogyha a háború után új világ jön, akkor erre hogyan kell Magyarországnak felkészülnie. Előadása elején békemissziójára is kitért, illetve arra, hogy azt Brüsszel nem nézi jó szemmel. A kormányfő emlékeztetett, az Európai Unió alapszerződésében az áll, hogy az unió célja a béke. Brüsszel szerint ők a béke érdekében támogatják a háborút, fogalmazott Orbán Viktor. Az idő a békepolitika oldalán áll, jelentette ki a magyar miniszterelnök, a békemissziónak pedig eredményei vannak. Minden kritika ellenére a békemisszión kezdete óta az amerikai és az orosz hadügyminiszter beszéltek egymással, a svájci és az orosz külügyminiszter tárgyalásokat folytattak, Zelenszky elnök úr végre felhívta Trump elnök urat, és az ukrán külügyminiszter pedig elutazott Pekingbe. Vagyis az erjedés megkezdődött, a háborúpárti európai politikából lassan, de elmozdulunk a békepárti politika irányába. Az orosz-ukrán háborúban brutális veszteségeket szenvednek el a felek, ennek ellenére mégsem akarnak kiegyezni, mondta Orbán. Hozzátette, ez egyrészt azért van, mert mindketten azt hiszik, hogy győzhetnek, másrészt pedig, mert mindkettejüket fűti a saját maga valós vagy vélt igazsága. A kormányfő kiemelte, ha a két féle múlik, nem lesz béke. Az ukránok azt gondolják, hogy ez egy orosz invázió, sérti a nemzetközi jogot, a területi szuverenitást. Ők valójában önvédelemben vannak, és függetlenségi háborút folytatnak. Az oroszok azt gondolják, hogy súlyos NATO katonai fejlesztések történtek Ukrajnában, Ukrajnának megvan ígérve a NATO tagság, és ők nem akarnak sem NATO csapatokat, sem NATO fegyvereket látni az orosz-ukrán határon, vagyis Oroszországnak mondják ők, joga van az önvédelemhez, ez valójában egy kiprovokált háború. Mindenkinek van tehát valamilyen igazsága, vélt vagy valós, nem fogja feladni a háborút, ez egyenes úton vezet az eszkalációhoz, ha két félen múlik, nem lesz béke. Békét csak kívülről lehet hozni. Az európai politika összeomlott, Európa ugyanis feladta saját érdekeinek védelmét, jelentette ki a miniszterelnök. Mint mondta, a bevezetett szankciók sértik az alapvető európai értékeket, felviszik az energia árát és versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot. Orbán szerint egy új világ jön, egy olyan változás, amire 500 éve nem volt példa. Amiről beszélek és amivel szemben állunk, az valójában egy világrendszerváltás. Ez pedig Ázsia irányából kiinduló folyamat. Röviden és primitíven fogalmazva, a következő hosszú-hosszú évtizedekben, de lehet, hogy évszázadokban, mert az előző világrendszer is 500 évig állt fönn, Ázsia lesz a világ meghatározó központja. Kína, India, Pakisztán, Indonézia, és sorolhatnánk.
A világrendszerváltás nem elsősorban veszély, hanem lehetőség. Mint mondta, ő az utóbbi híve. Ha a világrendszerváltásról van szó, akkor kell egy magyar nagy stratégia, amelynek veleje a konnektivitás, vagyis nincs kizárólag keleti vagy nyugati világgazdaság, mindkettőben jelen kell lenniük, emelte ki Orbán Viktor. A híradó második részében egy hangulatos összeállítást is megtekinthetnek a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről. Felhúzták az olimpiai zászlót, fellobbant a láng, káprázatos nyitó ünnepséggel hivatalosan is elkezdődött a párizsi olimpia. A korábbiakkal ellentétben nem stadionban, hanem szabadtéren, a Szajnán tartották meg a több mint 4 órás ünnepséget. 85 hajó vonult fel 205 delegációval, 6800 sportolóval a 6 kilométer hosszú távon a Szajnán a francia főváros ikonikus nevezetességei és képzőművészeti alkotások reprodukciói között. A versenyek ugyan már szerdán elkezdődtek, az ötkarikás játékok hivatalos megnyitóját csak péntek este tartották. Már az ünnepség előtti órákban hatalmas volt a készültség Párizsban, a város légterét lezárták, a rendőrök bombakereső kutyákat is bevetettek, valamint mesterlövészek figyeltek az épületek tetején. A nyitó ceremónia hivatalos része a Trocadéro kertben kialakított területen zajlott, az Eiffel-torony közvetlen közelében. Ide gyűltek össze a hajukból kiszállva a sportolók is, és ide érkezett meg az olimpiai lobogó. Nem is akárhogy, egy vízen vágtázó lovon, az azon ülő női lovas hátára kötve. Az olimpiai zászló felvonása és a beszédek után az olimpiát Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök nyitotta meg. A láng azonban jóval később lobbant fel. A fáklyát a fantomtól, aki addig vitte azt, Zinedine Zidane vette vissza, aki a spanyol Rafael Nadalnak adta át. A láng kézről kézre haladt, motoros hajón juttatták el a Tülériák kertjének közelébe, megjárta a Louvre-t, majd útja végén az egyformán háromszoros olimpiai bajnok atléta, Marie-José Pérez és cselgáncsozó Teddy Riner gyújtotta meg a lángot, amely egy hőlégballonon a magasba emelkedett. A folyóparton több mint 300 ezer ember követte az eseményt, és mintegy 120 állam és kormányfő is jelen volt a ceremónián. Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Nagy Zsuzsanna is a helyszínen volt. A különleges rendezvényt mintegy 45 ezer rendfenntartó biztosította. A Szajnán végigvonult az olimpián szereplő összes nemzet. A szerb zászlót Maja Ognjinovic, a női röplabda válogatott tagja, és Dusan Mandić vízilabdázó vitte az ötkarikás játékok megnyitóján. Szerbiát 16 sportágban 115 sportoló képviseli az olimpián. A magyar küldöttség élén a kézilabda válogatott kapusa, Bödebíró Blanka és a cselgáncsozó Tóth Krisztián vonult a nemzeti zászlóval. Magyar színekben 21 sportágban 180 sportoló versenyez a játékokon. Bár az első szakadt, végül a bulié lett a főszerep, egymást váltották az énekesek, fellépett például Lady Gaga is. Az ünnepség végén Céline Dion, aki autoimmun betegsége miatt 2020 óta nem lépett fel, Edith Piaf Himnusz a szerelemhez című dalával bűvölt el a közönséget az Eiffel-toronyból. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a 33. nyári olimpia. Kereken 100 év elteltével rendezi ismét Párizs a nyári olimpiai játékokat. A 35 versenyhelyszín közül néhány a város határain kívül lesz. A legtöbb sportág versenyeit viszont Párizsban tartják, néhányat különleges helyszínen. A strandröplabdát például az Eiffel-torony közelében. Az augusztus 11-ig tartó párizsi olimpián 206 ország 10.714 sportolója vesz részt. Most van az utazások és a nyaralások főszezonja, július utolsó hétvégéje pedig általában váltást jelent a nyaralóhelyeken. Emiatt a szerbiai autópályákon és a főutakon is jelentősen megnőtt a gépjárművek száma, ezért torlódások vannak a fizetőkapuknál és a határátkelő helyeken, jelentette a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szerb-magyar határátkelő helyeken több órás torlódásra kell számítani mindkét irányban. A legleterheltebb a Horgos-Röszke autópálya és közúti átkelő, a Kelebia-Tompa és a Királyhalom-Ásotthalom átjáró. Hosszabb várakozási időre számíthatnak az átutazók a kisebb, időszakosan működő határátkelőkön is. Emlékeztetőül elmondjuk, a Bajmok-Bácsalmás átkelő pénteken, szombaton és vasárnap 7-től 24 óráig fogadja az utasokat.
A határokon eltöltött időt ne gyors hajtással akarják behozni, inti a járművezetőket a szerbiai közlekedési rendőrség. A nyári turisztikai idény kezdete óta mindössze 30 nap alatt több mint 2 millió jármű haladt át az országon. A nagy forgalom miatt a nap egyes szakaszaiban elkerülhetetlenek a torlódások, de türelemre és felelősségvállalásra kérik a járművezetőket. Hangsúlyozzák, a határátkelő helyen vagy az úti díjpénztárnál eltöltött időt ne pótolják gyorshajtással, szabálytalan előzéssel és a leállósávban való haladással. A felelőtlen magatartással és az előírások megszegésével ne veszélyeztessék önmaguk és mások biztonságát. Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség mindent megváltoztathat. Vezessenek felelősen, mint a közlekedési rendőrség. Folyamatosak a fejlesztések és a felújítások Kispiacon. Az új művelődési ház melletti tűzoltó otthon is megszépül, új garázsajtót kap, ami a továbbiakban nagyban segíti majd a tűzoltók gördülékeny munkáját. Kispiacon a művelődési otthont májusban adták át, de a munkálatok még folynak, hiszen a mögöttem látható tűzoltó otthon jövő héten kapja meg új garázsajtaját. Kívül belül megújult a művelődési ház, felújítottak minden termet. Ez nagy segítség a Jókai Mór Művelődési Egyesületnek, hiszen a néptánc és népdalkör tagjainak így már van hol próbálni és gyakorolni. Emellett számos más rendezvényt is meg tudnak szervezni az otthonban. A művelődési házat főképp a Jókai Mór Művelődési Egyesület szakszervezetei, szakkörei használják, a néptáncosok, népdalkör és a könyvtárnak a tagjai is. A jövőben szervezünk néptánc találkozót még az idei tervben, és a dallal a barátságért néptánc és népzenei találkozót, valamint egy új projektbe vágunk bele szeptembertől, ami a régi hagyományok nyomában címet viseli. Régi hagyományokkal ismerkedhetnek majd a résztvevők. Az épület másik része a tűzoltó otthon, aminek felújítása a helyi közösség és a tűzoltó önkéntesek segítségével valósul meg. A beltéri munkálatok még folynak, minden helységet renoválnak. Az épület új garázsajtót kap. A beruházás összesen mintegy 600 ezer dinár értékben valósult meg. A garázsajtó az egy elavult régi, nagyon nehéz vas garázsajtó volt, amit már nehezen lehetett csukni, nyitni. Most, hogy felújult az egész udvar is, a garázshoz vezető beton is megváltozott, tehát egy könnyű bejárat lesz, és ez a harmonika típusú PVC garázsajtó, ez praktikusan egy gomnyomással föl fog menni, és ugye a bevetési tűzoltó kamion, aminek majd itt lesz a helye, az, ha szükség lesz rá, akkor nagyon könnyen ki tud jönni a garázsból. A helyi közösség a továbbiakban is a település fejlesztésén és korszerűsítésén dolgozik. A következő beruházás a Kispiaci helyi közösség épületének felújítása lesz. Lecserélik majd a nyílászárókat és új burkolatot kap az épület. Nézzük a híradó további témáit. A 78 nap című alkotás nyerte a legjobb filmnek járó díjat a 31. Palicsi Filmfesztiválon. Idegenben lép pályára holnap este a TSC. Az erdélyi Tusnádfürdőn megrendezett bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor közösségi élményekkel, gazdag kulturális programokkal és hagyományokkal várja a látogatókat. Az esemény nem csak a politikai és társadalmi témák széles skáláját öleli fel, hanem színes zenei programokkal és változatos szórakozási lehetőségekkel is várja a látogatókat. Ebből következik most egy kis ízelítő. Tusmányos egyúttal a magyar közösségek találkozási pontja is, ahol a kultúra, a zene, a különféle programok és a közösségi élmények gazdagítják az együtt töltött időt. Szinte minden generáció egyaránt élvezheti a bálványosi, nyári szabad egyetem és diáktábor lelkületét. Kedden érkeztünk első nap, ott kicsit izgalmas volt, mert háromszor várt meg az eső, egyszer sorbaállás közben, egyszer a bagos előtt, egyszer a bagos közben, de másképpen úgy nagyon jól telt aztán a végén, amikor már teljesen el voltunk ázva, akkor már úgyis mindegy volt, úgyhogy, de jó volt, az a nap, az nagyon jó volt a vibe. Nagyon szuperül érzem eddig magam, 23-án első nap érkeztünk meg,
kezdtünk egy jó ebéddel, majd vacsorával, kipróbáltunk minden székely, kürtös kalács, lángosó helyi ételeket. Aztán a bagosi koncerten is ott voltunk, illetve tegnap pedig a napközben a különböző kerekasztal beszélgetéseken Bóka miniszter urat is meghallgattuk. Aztán este megint egy kis buli és szórakozás barátokkal, nagyon jó hangulat. Kicsit az időjárás keresztül húzta a számításainkat, de hát készültünk gumicsizmával, úgyhogy minden szuper eddig. A fesztivál ínyenségei között van az igazi székely kürtös kalács is. Természetesen több ízben kapható, amelyek közül az egyik legnépszerűbb a málnás. Azt is megtudhattuk, hogy az eredeti recept alapján készült finomság tésztája, ha letekernénk, 10 méter hosszú lenne. Nem hétköznapi termék, otthon nem könnyen elkészíthető, tehát az, hogy most ilyen parázson, ahogy készítsük, tehát ezt csak úgy nem kapja elő otthon a garázsból vagy akárki, tehát kellnek bizonyos felszerelések, meg a recept, meg a hagyomány, meg a kézügyesség ahhoz, hogy úgy feltegyék a botra, hogy az kell, hogy az ott is maradjon, meg szép legyen, meg jó legyen, meg finom legyen, tehát ez egy külön szakma, amit ki kell tanulni. Az igazán szeszélyes időjárás sem tántorította el az ide kilátogatókat, ugyanis mindig tömegeket vonzott az elmúlt napokban a Tusványos. Ezekben a percekben Szabó Balázs és bandája koncertezik csütörtökön este a színpadon, őket pedig Ákos fogja követni. Az elmúlt napokban egyébként a Bagosi Brothers Company és a Honey Beast is többek között természetesen színpadra lépett, és még koncertezni fog az elkövetkező napokban, tehát pénteken és szombaton többek között Nagy Feró és a Beatrice is. Hallottam olyan rendezvényekről, amelyik érdekfeszítőek számomra, és úgy gondoltam, hogy megéri ezt a hosszú utat megtenni egész Vajdaságból, hogy bővítsük ismereteinket, illetve esetleg beszélgessünk olyan dolgokról, illetve olyan beszélgetéseken vegyünk részt, amelyeken tudunk egymásról tanulni, vagy esetleg olyan témákat megvitatni, amelyikben érintettek vagyunk mindannyian. Nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a fesztivál, napközben hallgattuk az előadásokat, a panelbeszélgetéseken vettünk részt, prioritás volt az elnökünk Soros Andor panelbeszélgetése, és most pedig este koncerteken veszünk részt. Az est sztár fellépői után sem állt meg az élet, ugyanis több helyszínen hajnalig tartó zenés program várja minden nap a bulizni vágyókat. A 78 nap című szerb alkotás nyerte a legjobb filmnek járó díjat a 31. Palicsi Filmfesztiválon. A rendezvény ünnepi díjátadóval zárult, majd egy zárófilmen és koncerten is részt vehettek az érdeklődők, megkoronázva ezzel az egyhetes eseménydús fesztivált. A 150 filmen kívül, amit a fesztiválon láthattak az érdeklődők, koncertek, kiállítások és kerekasztal beszélgetések is tarkították a rendezvényt. A nézőket a színvonalas alkotásokon kívül a hangulatos palicsi környezet is vonzotta a fesztiválra. Ez egy nagyon romantikus helyszín, és gyerekkorunk óta járunk ki, viszont az elmúlt jó pár évben nem voltam, már elköltöztem itthonról, és pont nem úgy jött ki a lépés, hogy itthon lehessünk, amikor a fesztivál ideje van, és most pont szerencsére itthon vagyunk, és láttam, hogy egybe esik az idő, úgyhogy nagyon vártam, hogy megmutathassam a páromnak is, aki először van itt. A legjobb rendezésért járó Palicsi Toronydíjat Runar Runarsson izlandi filmrendezőnek ítélték oda, aki a When the Light Breaks című izlandi, holland, horvát, francia koprodukcióban készült drámáért érdemelte ki az elismerést. Personally, festivals are great. I love going to festivals because it's a little bit like traveling when you have different nations and you get, it's like a window into different nations and window then at the same time, even though we are quite often in our in stories and films, literature, often emphasizing on what divides us as human beings, but there are more things that unites us.
A nemzetközi filmes szakemberekből álló zsűri döntés alapján a legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Emilia Gássitya alkotása a 78 nap érdemelte ki, ami egyúttal a közönség díjat is megkapta. A film az 1999-es NATO bombázás dolgozza fel. Hvala vam puno na svemu. Ja sam i dalje pod utiskom današnjeg dana. Stvarno je sve bilo prelepo. Ovo je naša domaća premijera i jako sam uzbuđena što smo baš počeli ovdje, pa smo dobili i dve nagrade. Stvarno sve nekako nestvarno. Želim da se zahvalim Paličkoj publici što je tako dobro primila film. Hvala festivalu što su nas doveli ovdje. Hvala žiriju što su izabrali naš film za glavnu nagradu i hvala svim učesnicima na festivalu koji su došli. Mislim, tu su velika imena evropskog filma i stvarno je velika čast primiti glavnu nagradu pored svih njih u takmičarskom programu. A žiri külön díjban részesítette a Mágnesember című filmet, amelyet Gust van den Berg belga rendező készített. A Párhuzamok és ütközések program rész legjobb filmje a Panoptikon lett. Külön díjban részesült a Bosanski Lónac, vagyis magyarul a Bosnyák Tál Pavo Marinković alkotása. A kritikusok Magnus von Horn a Lány a tűvel című filmjének adták az elismerésüket. 14. alkalommal rendezték meg szombaton a hagyományos Bogrács Fesztivált a Csóka napi rendezvény sorozat részeként. Idén 17 csapat versenyzett a legjobbnak járó díjért. A Bogrács Fest évek óta a Csóka napi rendezvény sorozat egyik legkedveltebb programja. Nagyon jól érezzük itt magunkat. Első alkalommal veszünk részt így, mint ez a csapat ezen a főzőversenyen. Disznópörköltet főzünk egy kis tésztával, salátával, kis kenyérrel, és nagyon várjuk már, hogy kész legyen, mert már nagyon éhesek vagyunk. A Bogrács főzőverseny mellett az édes és sós süteményeket is díjazta a zsűri. Hájas kiflit készítettem, házi barackplekvárról, a barackplekvárt is én csináltam, és remélem, hogy jó eredményt fogok elérni. Egyébként, hogy érztek itt magatokat? Nagyon jól érezzük magunkat, itt van a társaság, itt vannak komák, szomszédok, barátok, jó lesz ez a nap. A rendezvényre látogatókat gazdag kézműves kirakodóvásár és számos gyermekprogram is várta. Mindaz mellett, hogy disznóból főznek paprikást, illetve pörköltet, amelyet 4 tagú zsűri fog értékelni. Biztosítottunk a gyerekeknek foglalkozást intézményünk előtti téren, ugyanakkor ingyenes ugrálóvár várja gyerekeket 8-tól 12 óráig, kirakodóvásár, kézművesek, amelyet meg lehet tekinteni, meg lehet vásárolni is, és még ami nagyon fontos, hogy a Tisza Szent Miklósról a Magyar Kultúrkölyv bevállalta, hogy kürtős kalácsot süt, amelyhez szintén biztosítottuk az alapanyagot, és mindenki ingyen kaphat belőle. 2001-ben hozták meg a határozatot, melynek értelmében július 26-a hivatalosan Csóka község napja. Az 1800-as években többször kolera járvány ütötte fel a fejét a bárságnak ennek a tájékán, úgy 1831-ben is, és ezen a napon, illetve július 26-án, Szent Anna napján volt a kolera járvány utolsó halálesete, akkor 135-en haltak meg, amikor 2500 lakósa volt Csóka településnek, ami azt jelenti, hogy a lakosság mindegy 5,5%-a hunyt el. Ezt a napot azért ünnepeljük, mert július 26-a után már több halott Istennek hála nem volt. A 4 napos rendezvénysorozat vasárnap koncertekkel folytatódik. 19.30-tól a Mix Band lesz hallható, még 21 órától az XU Band lép színpadra. A részvétel ingyenes. Idegenben lép pályára holnap este a TSC. A topolyai focisták a szerb labdarúgó Superliga második fordulójában a Nisi Radnički ellen rúgják majd a bőrt. A meccset Leskovácon játsszák vasárnap 21 órától. A Nisi Radnički az elmúlt idényben a bennmaradásért küzdött. A topolyaiak örülnek, hogy egy vadonatúj stadionban léphetnek pályára, nyilatkozta a meccset beharangozó sajtótájékoztatón Deán Klafuri. A TSC vezetőedzője az ellenfelet méltatva azt mondta, világos elképzelésük van a játékról. Imajú mechanizme i linije kretanja izražene i uigrane i vidi se njihova ideja šta pokušavaju da žele doći igrom do gola, do šanse za gol. Mi uvijek imamo svoj stil igre, svoj način na koji igramo.
koji je naša baza, ali dakako da se za svakog protivnika pripremamo specifično, pa tako to smo napravili i ovaj tjedan u utakmici za Radnički. Novák Djokovic a legjobb szerb teniszező 2-0-ra, 6-0-ra, 6-1-re verte az ausztrál Matthew Ebdent, és bejutott az olimpiai tenisztorna második fordulójába. A mérkőzés egy órát sem tartott. A második körben Novák Djokovic a spanyol Rafael Nadal és a magyar Fucsovics Márton párharc győztesével mérkőzik meg. A címvédő Szilágyi Áron kikapott az első fordulóban, így nem jutott nyolcaddöntőbe férfi kardban szombaton a párizsi olimpia vívó versenyén. A háromszoros olimpiai bajnok 15-8-as vereséget szenvedett a kanadai Fares Árfától. A 34 éves magyar vívó egyénében a 2008-as pekingi olimpia óta először szenvedett vereséget ötkarikás játékokon. A magyar válogatott 35-32-re kikapott az Afrika bajnok Egyiptomtól a párizsi olimpia férfi kézilabda tornájának első fordulójában. A magyar csapat hétfőn Argentína, szerdán Norvégia, pénteken Dánia, vasárnap pedig Franciaország ellen lép pályára. A két hatos csoportból az első 4-4 jut a negyed döntőbe. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Orbán Viktor sorra vette a legfontosabb külpolitikai eseményeket Tusnádfürdőn. Fellobbant az olimpiai láng Franciaországban. Forgalmas hétvége a határátkelőkön és az utakon. Fejlesztések és felújítások kispiacon. Köszönjük a figyelmet, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legyen szép estejük, viszontlátásra!